Nem ritkaság, hogy egy településnek van élcelődésre alkalmas gújneve. Ilyen például a faddi gugások, a mőzsi klumpások vagy a tolnai sárgalábúak. Ez utóbbinak jártunk utána. Hogy mitől vagyunk sárgalábúak, ezt senki se tudta már. De azok vagyunk. Egyszer megkérdeztem a nagyapámat, hogy ő is így tudja-e, hogy mi sárgalábúak vagyunk, és ő is megerősítette azt, hogy igen, mi vagyunk a tolnai sárgalábúak, de hogy mitől és miért, azt mondta, hogy azt már az ő öregapja se tudja. Hát olyan régi a történet, hogy ez a sárgalábúság dolga már egészen a távoli ködös múltba visz vissza bennünket. De hát azok vagyunk. Igaz, hogy van erre egy kis magyarázat, volt erre egy történetecske, miszerint a tolnai bugyuta hajósok olyan bugyuták voltak, hogy egy alkalommal, amikor Bécsbe tojást szállítottak, és a rakomány nem fért be a bárkába, akkor hát ezek az elődeink beletaposták volna az uszályba a tojást. De hát tolnai történetnek jó, mert Duna meg hajó, meg hajós volt bőven, meg talán tojás is akadt mindig ebben a faluban. De hát, hogy ennyire buták, bugyuták lettek volna az elődeink, ezt soha senki nem hitte komolyan. És hát ennek a dolognak a történetét sikerült megfejtenem egy alkalommal, és ami a meglepő a dologban, hogy igaz a tojás taposás, csak nem úgy, nem ott és nem akkor, ahogy ez az adományban szerepel. Egy véletlen vezette Koncz Ádámot a megfejtéshez. Egy jó barátjának nagybátyjával találkozott, aki a következő történettel állt elő. Nemrégiben Münchenben voltam a szemklinikán, ahonnan villamossal utaztam haza a város széle felé. Az út hosszú volt, és az út során mellém telepedett egy asszony, akivel beszélgetésbe elegyedtem. Hogy miről beszélgettünk, vagy miről nem, az már nem fontos, de amikor az út végén elváltunk egymástól és elköszöntünk, akkor mosolyogva mind a ketten megállapítottuk még búcsúzóra egymásról, hogy nyilván egyikőjünk sem ide való, mert nem a bajor dialektust beszéljük. Erre én elmondtam az asszonynak, hogy hát igen, én magyarországi népi német vagyok, tolnai sváb, amire az asszony pedig elmondta, hogy ő pedig Breszgau tartományba való gelbfüszler, vagyis Breszgau tartományba való sárgalábú. Hát itt rögtön felszaladt a ránc a homlokomon, és azonnal visszakérdeztem, mondja Tóni bácsi, hogy kérem, tessék megismételni ezt a két szót. Honnan való és micsoda ön? És igen, elmondta az asszony, nyomatékosan mosolyogva, igen, én Breszgauból való sárgalábú gelbfüszeler vagyok. És hát még váltottunk ott a villamos megállójában néhány szót, és megtudtam ettől az asszonytól, hogy Breszgau tartomány, annak a délnémet résznek a neve, ahova Baden-Württemberg is tartozik, és ahonnan a német berajzás abban az időben jelentősen történt meg Magyarországra, főleg a Dunántúlra. Amikor meghallottam ezt a szót, hogy Breszgau tartományba való, az én sváb agyam rögtön lefordította ezt svábra, ami tolnai sváb nyelven, tolnai sváb dialektisban így hangzik, hogy Priskauer, és tudván tudom, hogy tolnai családok, jelentős tolnai családok hordozták ezt a megkülönböztető előnevet valamikor Tolnán, tehát élt a tolnai tudatban ez a szó, tolnai családok voltak szép számban Priskauerek. Bizony, innen telepítették be az azóta már Tolnán élő svábokat. Egy külföldön élő barátját kérte meg, hogy kutassa fel, és derítse ki, hogy az ott élő németek miért lettek sárgalábúak. Hosszú kutatás után több lehetőség is felmerült. Ez a délnémet tartomány volt a legszegényebb német tartománya 16-17-18. Században. A sok vallásháború, a poroszok és a német csatározásai, a tiroliakkal folytatott háborúk mind elszegényítették ezt a részt, és mivel nagyon szegények voltak az emberek, és a svábok nagy része ebben az időben mezitláb járt, hát ezért gondolták úgy többen, hogy ettől sárgalábúak. Ennél hihetőbbnek tűnt az, hogy a bajor hadseregnek volt olyan egyenruhája, ahol a katonák barna színű pantallót vagy sárga színű pantallót hordtak, talán ettől is lehettek volna sárgalábúak, de a legnagyobb durranás ekkor következett, amikor belebotlottunk abba a verzióba,
hogy ezen a területen, Baden-Württembergben van egy városka, méghozzá Bobfingen városka, ahol mindenki sárgalábúnak tartja magát, a sárgalábúság centrumának számít, és itt él egy olyan történet, és az a kutató összegyűjtötte ezt a történetet, hogy valamikor a 17. században ennek a városkának az előjárója, hercege, vagy fejedelme, vagy földesura, nem tudom már pontosan a titulusát, fülemelte a jobbágyainak, az alattvalóinak a tojásadóját, amit a derék jobbágyok akkor úgy adtak meg, hogy beletaposták a herceg kocsijába. Igen, kiderült tehát, hogy a tolnai sárgalábúak ősei nem bugyuták, hanem karakán és határozott emberek voltak. Bobfingenben a mai napig őrzik ennek a történetnek az emlékét. Egy mozaik van a bobfingeni városháza bejáratán belül a falon, ami azt ábrázolja, hogy a derék alattvalók éppen tapossák a tojást a kocsiba, a szekérbe. Hát itt a történet eredete.